Mérész Beatrix, a Vasas Akadémia 18 esztendős kosárlabdázója munkás időszakot tudhat maga mögött, hiszen a felnőtt bajnokság első és másodosztályában is alapembere csapatának. Az utóbbiban kiemelkedő a fiatal sportoló statisztikája. Az összesített teljesítménymutatója a legjobb, míg a meccsenkénti pontátlaga a második legjobb az egész mezőnyben. Beatrix persze évek óta meghatározó tagja az utánpótlás válogatottaknak is. A győri Eiofon harmadik, míg a 3x3-as Európa-bajnokságon második lett a nemzeti együttessel, de ne szaladjunk ennyire előre. Először első osztályban kezdtem el kosarazni, az iskolában indítottak délután kosáredzéseket, de akkor nem szerettem, ezért abban hagytam, mert idősebbekkel voltam. Utána harmadik osztálytársaimmal megint elkezdtem, és nagyon megszerettem. Kecskeméten kezdtem el kosárlabdázni, és nagyon megtetszett, hogy csapatjáték, meg a labdajátékot is nagyon szeretem, és ezért maradtam. Amikor Beatrix befejezte általános iskolai tanulmányait, megkereste őt a Vasas Akadémia. Ő tudta, jó kezekbe kerül, ezért felköltözött Budapestre. 8. felvételi évében megkeresett a Vasas, hogy feljöhetek ide kosárlabdázni, és mindig is szerettem volna feljönni Pestre, és tudtam, hogy a Vasas az egy jó akadémia, és így feljöttem. Trixivel még a 2016-os szezonban nyáron ismerkedtem meg, mint válogatott edzője. Ott 3-3-as U18-as válogatottban dolgoztunk együtt, és egy Európa-bajnoki ezüstéremig jutottunk, úgyhogy ott ismerkedtünk meg. A klubedzője most nyár óta, augusztus óta vagyok, ugye, ahogy visszatért a válogatottól, ugye nyáron csatlakozott hozzánk, és hát azóta dolgozunk itt az ötödben együtt. A kosárlabda mellett a tanulás is ugyanolyan fontos számára, igazi maximalista. De az élsportot sohasem egyszerű összeegyeztetni az iskolával. Azt gondolom, hogy ő is nagyon fanatikus, csak úgy, mint a többi fiatalunk is, és azt gondolom, hogy így nagyon könnyű dolgunk van vele valójában. Amennyire néha most ugye ő olyan évben van, amikor érettségizik, tehát az iskolája is nagyon fontos neki, ő erre is nagyon nagy hangsúlyt fektet. Emiatt van néha talán olyan, hogy kevesebbet tudunk edzeni, mint amennyit szeretnénk, de összességében, amikor itt van, akkor teljes mértékben használható. Kicsit nehéz a tanulás mellett ezt így végigcsinálni, de úgy gondolom, hogy a kettőt össze lehet hozni, hogyha mindkettőt nagyon akarjuk. Az ifjú kosaraslány igazi csapatjátékos. Nagyon szeretem benne, hogy csapatjáték, és hogy számíthatunk egymásra, mindig ott van mellettünk a másik. Az edzésekben viszont hát a védekezős részét azt nem annyira szeretem. Már amióta ugye ismerjük egymást, és így elkezdtünk a pályán ugye együtt játszani, nagyon jól érezzük egymást a pályán. Igazából szerintem így mindent meg lehet vele beszélni, hogy vele együtt nagyon jól lehetett játszani. De természetesen, mint minden sportoló, ő sem elégedett teljes mértékben önmagával. A hozzáállásom sajnos ingadozik, azon fejlesztenem kell, mert nem mindig megyek 100%-osan, de csinálom ugyanúgy rendesen. Csak ezen kell még egy kicsit javítanom, de próbálom mindig teljesen 100%-osan adni magamat a pályán. Trixen mindenféleképpen több pozitívuma van, mint negatívuma. Nagyon sok helyen bevethető, tehát nagyon egy Jolly Joker a csapatunkban, mezőnyt is tud játszani, palánk alatt is tud játszani, valamint ugye védekezésben és támadásban is egy nagyon hasznos emberünk, amit idén ugye meg is mutatta az ömébe a mérkőzések nagy része. Minden fiatal játékosnak minden szegmensben ezeken belül van még fejlődni való. Tehát akár center pozícióba, akár mezőny pozícióba mindig vannak ilyen kisebb dolgok, amikben még tud előrelépni. Azokon dolgozunk is, és hát reméljük, hogy majd azokat csiszolgatja az idő során. Habár van még hova fejlődnie, a pályán mutatott teljesítménye így is kiemelkedik a mezőnyből. Sokkal céltudatosabb vagyok, úgy gondolom, mint tavaly. Keményebben dolgozom, mint eddig, és igyekszem mindig a legjobbat kihozni magamból. Ha megyek, akkor amit tudok, azt minden megteszek érte. Megyek a lapattanóért, és védekezésben is hozzá tudok járulni a sikerhez. Céltudatosságát az is bizonyítja, hogy komoly terveket sző klub és válogatott szinten is.
a Vasassal minél jobb eredményt szeretnénk elérni, minél több meccset megnyerni a felnőttben, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat dolgozunk ezért, és egyre szorosabb mérkőzéseket játszunk a nagyobb csapatokkal is. Idén nyáron lesz az U20-as Európa-bajnokság, és ott is szeretnénk minél jobb helyezést elérni. Szeretnénk négybe kerülni, és remélem, hogyha úgy alakul, akkor ez sikerülhet. Itthon szeretnék maradni egyetemen, és úgy mellette kosárlabdázni, úgy a felnőttben, és egyetem után szeretnék majd kimenni külföldre játszani.